Katalin vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornán. A mai videóban vlogolni fogok nektek, ugyanis a mai napom az elég izgalmas lesz, most péntek van, és most olyan lassan 10 óra lesz, és jövök pillázni Vikihez, és kitettem napomba, hogyha van bármi kérdésetek tőle, akkor azt írjátok meg nekem, és akkor majd most ő megválaszolja, mert nyilván pillás. Úgyhogy most válaszolni fogunk azokra a kérdésekre is, úgyhogy sietek, aztán majd ott jelentkezem. Na sziasztok, most értem ide, és... Nem szeretnél benne lenni akkor a videómban? Nem. Jó, oksi. Úgyhogy most elkezdjük csinálni a pilláimat, aztán pedig majd válaszolunk a kérdéseitekre. Akkor ne teljesen a tövétől fésült, hanem kicsit lentebbről, mert úgy könnyebben igen kitépődik. Meg van, amikor elkezdem fésülni, így látom, hogy így beleakadnám minden, ó, mondom ezt inkább, akkor nem. Azok egy tükröt is bújjászheted amúgy rendesen. Hogy megéri-e csináltatni. Hát egyébként én a saját tapasztalatommal, meg így a vendégeim szava alapján tudok így nektek mondani dolgokat, hogy amint egyszer kipróbálod, sose tudod már letenni, mert konkrétan így annyira megkönnyíti a mindennapjaidat, hogy így indulásra készen vagy. Nadine is azt szokta egyébként mondani, meg az összes vendégem, hogy, egy keretet ad a szemnek egyébként, mert ugye a szemöldök is, de a szempilla szerintem sokkal fontosabb.
Meg én egyébként nem is szeretem a szempillaspirált. Régen én is nagyon szempillaspirálos voltam, tehát én mind a két fajtát kipróbáltam, de sokkal károsabb a szempilláidnak, mint maga a műszempilla. Nem, itt a szempillaspirál károsabb? Uh-huh. Jó. Mert ugye azt úgy sem tudod lemosni rendesen, hát főleg a vízállót, úgyhogy az borzasztó szerintem. A másik kérdés az, hogy szárítja a műszempilla a saját szempillát. Hát ilyen kérdésre hallottam még amúgy. Nem szárítja, meg nem is roncsolja. Nyilván megfelelő méretekkel, megfelelő pozícionálással, megfelelő izolálással nem. Nekem is már több mint egy éve van műszempillám. Folyamatosan többször rakadtam újra, és most ugye nincs, és most mondta nekem is a Nadine, hogy milyen hosszúak a szempilláim, tehát az enyémet sem károsítja, akkor másét sem fogja, hát ha normálisan van megcsinálva. Így van. Én nem dolgozom olyan nagy méretekkel, tehát nekem maximum a 12 mm hosszúság, amit felrakok. Ez még nem roncsolja a szempilláidat, 0-10-essel dolgozom maximum. Ezek még így úgymond beleférnek. A következő kérdés, hogy szia, kétszer csináltattam 1D-s pillákat, és rá 2 órára kipotyogtak, miért? Erre nem tudok konkrétan válaszolni, mert nagyon sok minden függhet ettől. Lehet az is, hogy túl gyors ragasztót használt a műszempillásod, és mire odaért a szemedhez, már megkötött a ragasztó, ezáltal nem annyira köt oda a szempillához, nem lesz annyira tartós. Az is lehet, hogy rosszul lett felrakva. Az is lehet, hogy mondjuk te hajoltál bele a melegbe, mert ugye 24-48 óráig nem ajánlott, hogy víz, gőz, pára érje a szempilláidat. Tehát ez igazából nem tudom rá választ, nagyon sok minden. Igen. De attól már, hogy egy pillásra rontja a szempillátokat, nem kell félni tőle, mert igen. Én is úgy jöttem amúgy ide, hogy voltam előtte pillásnál, és borzasztóan csináltam meg a pilláimat, de most itt vagyok és imádom, úgyhogy adjatok új esélyt, új pillások meg. Igen, mert hozzám is nagyon sokan jönnek úgy, hogy előtte írnak, hogy nagyon félek, mert már egyszer elrontották a műszempillámat. Hát igen, egyébként nem mindegyik pillás ilyen, tehát van normális. Sajnos ez egy egynapos képzés. Tehát annyira nem tudnak részletesen megtanítani mindent, és utána a saját szorgalmadon múlik, hogy igazából hogy dolgozol, hogy igényesen vagy igénytelenül. Nem kell egyből leírni az összes szempillást egy tapasztalat alapján. Igen. És szerintem az az utolsó kérdés, igen, hogy hány éves kortól csinálnak műszempillát? Hát én csak a saját nevemben tudok beszélni. Hát én 17 éves kortól csinálok szempillát, 16 éveset még nem szeretném bevállalni, mert hát az teljesen más, ott még a szülő, nem tudom, hogy reagálnak. Úgyhogy hát a 17... szülői belengedélyezéssel, mint a tetkósok. Talán ezzel igen, hogyha hozol, de hát már azt is meg lehet hamisítani, úgyhogy... Akkor ezt visszavonjuk, akkor azt, hogy a 17 éves kortól jöttek. Igen. Mármint, hogy ide, nem tudom, nem is hallottam még amúgy ilyenről, hogy így nagyon korhozzan nekötve, de biztos, hogy ennek is nem, egyébként a felrakás az nincsen korhoz kötve, mivel nem káros tényleg, meg nem semmi, csak így saját. Hát így nem akarok rosszul kijönni belőle, ha esetleg mindenkinek más a szempillája. Úgyhogy nem tudhatom, hogy reagál rá esetleg allergia, és nem akarok én hibás lenni. Ha még bármiféle kérdésetek van a pillázással kapcsolatban, akkor a kommentbe írjátok le, és hogyha következőleg is jövök, 3 hét múlva, akkor majd megválaszoljuk ezeket is. Sziasztok! Halló! Köszönöm szépen! Már éppen összem. Szóval már idejöttünk a sulimhoz, és már kikértük a dolgokat, majd azt is megmutatom, és most nem tudom, hova megyünk. Most megnézzük a kikötőt. Megnézzük a helyszínt, ahol holnap majd forgatunk, és el akarok menni a Duna Plázába, vagy amúgy nem. Vagy nem tudom. Mi nem? Mi? Mi ez a bogyós sapka? Most keresztoltam le, ugye? De nagyon csinis, de? Nem baj, ugye most megyünk oda, aztán... Ja, éhes vagyok.
itt fogunk falgatni. Szia, Ricsi! Komolyan? Aha. Tényleg? Hát tudod, én nem akarok majd felmászni holnap. Jó, ott is voltam. Eljöttünk ide, nem tudom hova. Telefonozik. És megnéztük most a helyszínt. És szerintem amúgy ez jó lesz. És itt tudja, hogy amúgy van áram. Tehát fix, hogy van áram. Kléma meg minden. Nem amúgy most nem ezzel lesz. Milyen jó hideg. Ja. Fogalmam sincs, hogy hol jelentkeztem. Hol jelentkeztem ki? Azt már elmondtam, hogy voltam osztály karácsonyozni? Nem, szerintem még nem. Szóval tök jó, hogy ti tudjátok, hogy hol jelentkeztem ki. Na mindegy, megvoltam már az osztály karácsonnyal, de utána egy olyan érzésem, hogy ezt már elmondtam. Nem, de majd meglátjuk. Még van egy órám a vonatig, mert 6-kor fog menni majd. 6 óra. Akkor 7-kor. Akkor 7-kor fog menni, és még addig nem tudom, hogy mit csinálunk. Igen, be kell jelentkezni. Most itt vagyunk az arénában, és jaj, miért kell így beállni? És bemegyünk a játékboltba menni fegyvert. Holnapra. Kis autót. Mennyit azt akarsz, csak kis autót? Nem akarok kis autót. De ha bárki megkérdezi, azt mindig kis tesómnak veszem. Öcsémnek. Megvettem a fegyveremet. Ja, most már van egy fegyverem, és mindenkit amúgy lelövölt ezekkel. Várják, csak meg kell fogni. Meghaltál? Ja, azt hittem, itt van valaki. Mindenkit lelövök a pcsáma! Nyíki! Pici vagyok, nem nyíli. Jaj! Na már hazaértem, és most fogok neki állni videót vágni, és nagyon fáradt vagyok, és nagyon egész nap nem is ettem semmit, úgyhogy minden bajom is van, és ugye holnap is megyünk forgatni. Bocsi, húgom itt frujázik a háttérben a Frozen-ös frujájával. Vagy milyen, milyen frujád van? Frozen-ös, ilyen. Jaj, le fog merülni a laptopom! Ugye holnap fogunk találkozni még, mert ugye holnap fogunk forgatni, és hát Ricsinek, Kari ajándéknak egy kirakót csináltattam a saját kocsijáról, az eGift oldalán, csekkoljátok le. Leteszem majd a leírásban. Ez nagyon nehéz lesz neki, mivel majd beteszem mindenektek a képet, de hogy ez egy full fekete kép, és azért választottam ezt, mert ezzel biztos, hogy el fog szórakozni. Sokszor van fent, nagyon sokáig est, úgyhogy ez egy tök jó program lesz neki, és remélem, hogy tetszeni fog amúgy neki. Ezt majd holnap úgyis látjátok a vlogban, mert majd le akarom videózni, hogy odaadom neki, bár nem fogja érteni szerintem, hogy ez majd mi is, mert addig nem szeretném elmondani, hogy mi van a képen, amíg ő ki nem rakja a kirakót. Úgyhogy most nekiállok videót vágni, és majd valamikor végzek vele, aztán pedig ez a videó fog kikerülni. Holnap ez a szombatom, és szombaton is egész nap vlogolni fogok, hogy vasárnap is ki tudjam menni nektek még egy vlog. Úgyhogy ez a videó igazából ennyi lett volna. Tök jó volt az osztálykarácsony, és ugye vettem egy kis fegyvert, egy ezresért amúgy, és ne videózta Ricsi, ahogy megyek bele az aréna közepén, na mindegy, tök jó volt amúgy. Úgyhogy ez egy nagyon szuki nap volt, jól éreztem magam, és nagyon várom a holnapi napot, de már nagyon aludni akarok, már nagyon azt akarom, hogy ott feküdjek bent az ágyikóban, full vízszínben. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek, a holnapi videóban találkozunk, addig is puszi a patitokra, és sziasztok!